Olyan országot kell építeni, ahol a munkának és a munkásnak is van becsülete, erről beszélt Orbán Viktor. A kormányfő a Szakma Sztár Fesztiválon azt mondta, a mostani fiatalok pályaválasztása határozza majd meg az országot néhány évtized múlva. Vágnak, sminkelnek vagy szerelnek. 43 szakma legjobb végzős tanulói versenyeznek a Szakma Sztár Fesztiválon. A rendezvény azonban nem csak verseny, kiállítás is, elsősorban a pályaválasztás előtt álló tanulóknak. Neked van valamilyen terved? Igen, informatikus szeretnék lenni, azon belül meg programozó. Hogy informatikus is tanulni? Mi volt a... Hát, ez érdekel leginkább. Akit érdekelt, több munka egyszerű fogásait is kipróbálhatta, sőt még a miniszterelnökkel is szóba elegyedhetett. Krisztián maga is a vendég? Mint Ausztriában. És hol? Egy cégnél, kisebb cégnél. Melyik részén? Burgáland? Orbán Viktor szerint olyan Magyarországot kell építeni, ahová mindig vissza lehet térni. A kormányfő szerint nemzeti érdek, hogy olyan fiatalokat neveljenek, akik piac és versenyképes tudással rendelkeznek. Olyan országot kell építeni, ahol a munkásoknak és a munkának becsülete van. Ahol minden fiatal kezébe jut egy értékes szakma vagy hasznos diploma. Ez a célunk, ezért kötöttünk megállapodást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, és ezért fogunk újabb megállapodást kötni velük az előttünk álló 4 évre is. A kamara elnöke szerint a megfelelő szakképzettség a duális oktatási rendszer mellett fontos az objektív vizsgáztatási rendszer kialakítása is. A cél pedig az, hogyha valaki jó a szakmájában, akkor annak legyen nyitott a felső oktatás is. Ha valaki jó szakmunkás, ha valaki itt nyer, sikeres, akkor könnyebben léphessen be a felsőoktatásba. Ha valaki jó autóipari szakmunkás, akkor ő valószínűleg jó autóipari mérnök lesz. A szakképzés átalakításának irányításával azonban nem mindenki ért egyet. A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága szerint ugyanis csak úgy lehet azonnal hadrafogható munkavállalókat képezni, hogy háttérbe szorítják a szélesebb látókört vagy az általános műveltséget. Így azonban szerintük kérdéses, hogy a mostani fiatalok mennyire tudnak majd megfelelni a későbbi kihívásoknak.